Sziasztok, HP vagyok, ez pedig a GameStar Hype e heti adása, amelyben különleges örömömre szolgál elmondani nektek, hogy most június 4-én Szegeden találkozhatunk végre a Volt Baumax területén, Play It lesz, ott leszünk egy csomóan, BZ és én a nagy színpadon, és egyébként Mozdulj Gamer aktivitás egész nap, szóval mindenképpen keressétek a külső részeket is és játszatok, sőt, lesz egy Csio Mozdulj Gamer Just Dance bajnokság, amelyben Isti és Anfield vesznek majd részt, mármint, hogy a bajnokság legjobbjai velük mérhetik össze a tudásokat. Na, menjetek táncolni, gyertek ki a Play It-re, nézzetek szét, egy csomó tök jó dolog lesz, ott találkozunk. Most már teljesen biztosak lehetünk abban, hogy az idei E3 keretében bemutatkozik majd nekünk a Watch Dogs 2, vagyis a Ubisoft igyekszik kicsit megnyerni a rajongók szívét, ha már az Assassin's Creed-del kicsit elvesztette mostanában őket. És hogy miből sejtjük mindezt, a játék promóciójaként néhány kiválasztott kapott a kiadótól egy Watch Dogs 2 ajándékdobozt, amely tartalmaz egy üzenetet a fejlesztőktől, egy deadsec-es pólót, egy Ray-Ban napszemüveget és néhány kitűzőt, ráadásul mindezt Halloween-i stílusban. Többek között az egyik népszerű youtuber, The Red Bread is gazdagodott egy ilyen jópofa csomaggal, amelynek egyik eleméről képet is megosztott, de a Ubi Central még videót is mutatott, ezt látjátok most, hogy hogyan is néz ki ez a promóciós csomag. Szóval ne felejtsétek el, a Ubisoft előadása június 13-án este 21:30 magyar idő szerint kezdődik, és majd nézhetjük együtt itt a GSO-n, vagy ahol akarjátok. Június 12-én este mutatja majd be az Electronic Arts az E3-as újdonságait, többek közt az Battlefield 1 multiplayerét is, amelynek keretében 64-en lehet egymásnak rohanni szuronnyal a lövészárkokban. Az első világháborús móka, főleg többjátékos módban igen izgalmasnak ígérkezik, ott majd ugye többet is láthatunk erről. De van egy sztori még, ami egy kicsit nyomasztóbb, és muszáj, hogy megosszam veletek, mert nekem egy kicsit elszomorodott tőle a kis szívem. Ugyanis képzeljétek el, hogy a Battlefield 1 elkészülése majdnem azért hiúsult meg, mert az Electronic Arts attól tartott, hogy a célközönség egy része talán nem is tudja, hogy valóban megtörtént az első világháború. Most nem viccelek, ez komolyan elhangzott. Ugyanis a sci-fi lövöldék áradata mellett igenis nagy vállalkozás volt visszatérni az első világháborúhoz, és hát Patrick Soderlund alelnök szerint a lövészárkokból nem lehet olyan szórakoztató játékmenetet kihozni, de nem csak ez volt az akadály. Blake Jorgensen, a cég vezérigazgatója, konkrétan amiatt aggódott, hogy a fiatalabb rajongók még talán azt sem tudják igazán, hogy az első világháború egyáltalán megtörtént, vagy egyáltalán mi történt ott. Ennek ellenére azért jó látni, hogy az Electronic Arts vezetősége megemberelte magát, és bevállaltak egy ilyen rizikót, hogy most igenis jön a Battlefield 1, bármilyen hülye neve is van, de legalább az első világháborúval kísérletezik, és abban is bízom, hogy talán tanulhatunk is belőle valamit. Azt ugyebár tudjuk, hogy készül, illetve hogy lesz majd egy Tom Clancy's The Division film, és hogy pontosan miről fog szólni, azt most így nehéz megtippelni. A játék jelenlegi állapota szerint rengeteg bugról, összeomlásról, cheaterről és szerver problémáról szólhatna, de bízom benne, hogy ennél izgalmasabb sztorit sikerül majd összekovácsolni. Egy viszont kiderült, a főszereplő várhatóan Jake Gyllenhaal lesz. Írjátok meg kommentbe, hogy ti mit gondoltok erről a döntésről. Szerintem nem rossz, mert hasonlít egy kicsit a karakteremre. A Devolver Digital jelentése szerint az E3-on többek között bemutatkozik majd demóval a Croteam egy új játéka, ami még be nem jelentett cím. Iszonyatosan szeretnénk, hogy ez a Serious Sam 4 legyen, remélem nem vagyunk ezzel egyedül. Elég izgalmas lesz az idei őszi felhozatal, ugyebár nem csak a Call of Duty és a Battlefield 1 csap majd össze a világháborús és a sci-fi hangulatával, hanem még mindemellé az Electronic Arts azért betolja majd szépen a Titanfall 2 megjelenést, amelyről ugyan nagyon-nagyon kevés szó esik, de most a megjelenési dátumot illetően van egy kis pletykánk, amivel már be lehet lőni legalább azt a szakaszt, hogy mikor várható. Az Electronic Arts pénzügyi vezetője Blake Jorgensen legutóbb azt árulta el, hogy a Respawn Entertainment által fejlesztett Titanfall 2 a Battlefield 1-hez képest 3 hétre jelenik majd meg, csak éppen azt nem részletezte, hogy 3 héttel előbb, vagyis szeptember 30-án, vagy később, vagyis november 11-én várható a megjelenés. Ha az utóbbi a befutó, akkor egyébként egy meglehetősen érdekes helyzet alakul ki, mert egyszerre érkezne a Call of Duty Infinity Warfare-rel. Hogy most akkor robotok vagy űrharcosok, hát ezt mindenki döntse el maga.
Komolyan mondom, gyerekek, a játékvilág legnagyobb trollja most már hivatalosan is a Konami. Én pont tavaly akadtam ki azon, hogy a Silent Hills kaszálása után volt pofájuk kihozni egy Silent Hill nyerőgépet, b***eg nyerőgépet, és erre most még sikerült rátenniük egy lapáttal, hogy a Metal Gear Solid rajongókat is kétségbe essék. Nézzétek meg ezt a videót, nem hiszitek el. A legújabb címük Metal Gear Solid Snake Eater egy pacsinkó játékgép lesz. És hogyha nem tudtátok volna, hogy mifán terem a pacsinkó, akkor elárulom, hogy ez egy Japánban nagyon népszerű gép, kicsit olyan flipperhez hasonlít, de nem flipperkarokkal működik, rengeteg kis golyót kell kilőni, és hogyha ezek a golyók bizonyos helyekre eljutnak, akkor újabb golyók repülnek fel. Na hát mondanom csak el, hogy ez rettetesen izgalmas, de hogy ezt pont Metal Gear-ra skinezni, azért szerintem ez már egészen elképesztő. A hét egyik legabszurdabb sztoria pedig Brazíliában történt meg, amikor is egy PlayStation 4-et elvittek szervizbe, hogy fura szaga van és füsttöl, ami ugyebár bármi lehetne, de a szerelő rafináltan szétszette, és tudjátok, mit talált benne? Egy kígyót, ami egészen biztosan nem széria tartozék volt, és azért magam is meglepődnék azon, hogyha egy kígyó lenne a PlayStation 4-embe, de valahogy ez belemászott. Endre azért már a FIFA-s karrierje során összetört pár kontrollert, abban szerencsére nem voltak sem hüllők, sem rovarok. Elvileg december 16-án érkezne a Rogue One, vagyis a Zsivány 1-es mozi a Star Wars kis univerzumából, de képzeljétek el, hogy a Disney tesztvetítésen azt mondta, hogy ez így bizony nem lesz jó, és vissza is küldték az anyagot olyannyira, hogy a következő hónapban még új jeleneteket is kell majd forgatni, vagyis hát jeleneteket kell újra forgatni. És itt jön a legérdekesebb rész az, hogy mi volt ennek az indoka. Állítólag túlságosan komor, sötét és drámai lett a film, a Disney pedig ugyebár az epizód 7 után annyira nem meglepve, a kicsit lájtosabb, lötyögősebb mozit pártolja, hogy a kiskorúak is jól érezzék magukat a moziban, a kóla és kukorica áradat közepette. Mondanom se kell, hogy a hardcore Star Wars fanoknak meg pont elszomorító lehet ez a hír, mert szerettünk volna már látni egy kicsit keményebb, dárkosabb mozit. Lehetséges, hogy erre most nem kerül sor. Hölgyek, urak, ez volt a Hype. Holnap találkozunk Szegeden. Remélhetőleg minél többen ott lesztek a Playten, mert én nagyon örülnék nektek. Nagyon jó hétvégét kívánok. Jövő héten találkozunk ismét. Sziasztok!